amikor én először hallottam a rádióban egy riportot Pajer Tiborral, azonnal felkaptam a fejemet, mert a kreativitás szagot éreztem a levegőben. Egyszerűen arról volt szó, hogy egy csapat mer nagyot gondolni, és szeretné csatlakozni itt az előttem szólókhoz. Azt tud nagyokat alkotni, aki elhiszi azt, hogy ezt meg lehet tenni. És én azt gondolom, hogy ez a csapat ez hisz benne. Mi mérnöki szolgáltatásokkal, mérnöki szoftverekkel, azon belül is pedig high-tech mérnöki szoftverekkel foglalkozunk. A szoftvert úgy hívják, hogy Creo. A Creo nevében is a kreativitásra utal, és úgy gondoltuk, hogy ez egy rendkívül jó kapcsolatot tud teremteni a Pulispace tevékenysége és a mi tevékenységünk között. Elsőként csatlakoztunk aranyfokozatú támogatóként a projekthez. Több dolgot láttunk benne. Egyrészt azt láttuk, hogy ez egy Dávid-Góliát harc részben, tehát egy kis tőkével rendelkező magyar csapat kurucos virtussal megpróbálja fölvenni a harcot olyan nagy tőkével rendelkező csapatokkal, akik sokkal nagyobb háttérrel rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy itt a kreativitás és a technológia együttese sikere viheti a csapatot. Mai világban egyértelműen termelés és kutatásfejlesztés viheti előre az országot, és fel kell nyitni a fiatal generációknak a szemét arra, hogy ez milyen kreatív munka. Tehát gyakorlatilag egy ilyen pulinak a megtervezése egy iszonyatos nagy kreativitást igénylő feladat. Gyakorlatilag nagyon sok iteratív lépésen keresztül lehet eljutni egy optimális feladatig. A Creo szoftver pontosan ezt nyújtja a mérnököknek, hogy több tervezési alternatívát lehessen kipróbálni, és az optimálisat lehessen megvalósítani, mindezt alacsony költségek mentén, úgyhogy digitálisan tudjuk kitesztelni a lehetséges variációkat. Tehát én azt gondolom, hogy ha semmilyen más hozadéka nem lesz ennek a projektnek, mint az, hogy a sajtóban, mindenféle médián ezt a fajta gondolatot képviseli a csapat, már akkor nagyon megérte, és egy nagyon jó befektetés volt. És én gratulálok a csapatnak, és remélem, hogy valóban el fog jutni a